ide búsan süt az őszi nap sugára, az aradi várt emlöcnek ablakára. Szánja azt a 13 magyar vitézt, ki a tömlöc fenekén a halálra kész. Arad 1849. október 6. Az 1848-49-es esztendők mérföldkő a magyar nép történetében. Boldogság, szenvedés, remény. Ezekkel a szavakkal tudnánk legjobban érzékeltetni az akkori hangulatot. 1848. március 15. Egy szóval s egy érzelemmé olvadt össze a haza. Az érzelem, lelkesülés, a szó szabadságban. Forrong az egész ország, Kossuth, Petőfi, Vasvári vezetésével izgalmas harcot vív a magyar nemzet a szabadságért, a függetlenségért. Hosszú a harc, a katonák százai pusztulnak, de a lelkesülés újabb és újabb lendülettel viszi csatába a magyar honvédeket. Gyulai Pál, hadnagyuram! Hadnagyuram, hadnagyuram! Mi bajod van, édes fiam? Piros vér foly a mentére, ne bánd, csak az órom vére. Hadnagyuram, hadnagyuram! El ne essék itt az útba. Belebotlám egy nagy kőbe, szeges szuront, csak előre. Megy a honvéd, áll a hadnagy. Mély sebében összeroskad. Hadnagyuram, hadnagyuram, csak előre, édes fiam. És így folytatódott a küzdelem az utolsó vesztes csatáig, ami után Görgei augusztus 13-án világosnál letette a fegyvert. Sok volt az áldozat, de mind hiába jött a megtorlás, a haragnapja. A Habsburgok úgy akarták megbüntetni a magyar népet, hogy elrettentsék a birodalom többi népét a további forradalomtól. Ezért Ferenc József teljhatalmat adott a kegyetlenkedéséről hírhet Hanyau tábornoknak. Bajza József, Hajnaudal. Fél esztendő óta vérzik egy egész nemzet sebe, a te műved, örvendj, Hajnau, Habsburg háznak hű ebe. Meggyilkoltatád e honnak nagyszámú derék fiát, s ezreket bebörtönöztél, mert szerették a hazát. A hóhérok hadvezére, mi dicsőség jut neked, Habsburg háznak vérkutyája, lett a nép ajkén neved, s mit fizetnek vajon érte, hogy dühös hiéna vagy, hogy nevednek hallatár az anyáknak vére fagy. Október 6-án a nagy bécsi forradalmi megmozdulás évfordulóján foganatosították a halálos ítéletek egész sorát. E napon végezték ki Pesten az első miniszterelnököt, Batthyány Lajos grófot, Aradon pedig a magyar honvédsereg 13 parancsnokát. Lázár Vilmos, ezredes. A Torontál megyei magyar örmény családból származó katona a császári seregben szolgált, majd honvédnak jelentkezett. Kiváló képességei miatt gyorsan emelkedett a ranglétrán, míg ezredesként fogságban esett. Ő az egyetlen, aki nem tábornokként halt hősi halált Aradon. Gróf Dezsőfi Arisztid, tábornok. Az Abói megyei Csáktornyán született egy ősi nemesi család sarjaként. A császári seregből lett honvéd, ahol gyorsan jutott előre a ranglétrán. Vezérőrnagyként halt meg. Kis Ernő, tábornok. Temesvárot született, és egy gazdag, örmény család sarjaként lett magyar katona. Az ország egyik leggazdagabb embere volt, aki korábban magának, Hajnaunak is kölcsönzött. A kivégzéskor nem engedte, hogy bekössék a szemét, de a sortűz csak megsebezte, a három lövésből csak egy találta el a vállán. Végül közvetlen közelről agyonlőtték. A rosszul célzó katonákat lecsukták. Schweider József, tábornok. A Bács megyei Zomborban született egy elmagyarosodott német család sarjaként. A kivégzésre magába vitte a csatágon is nára lévő feszületét, amelyet halála után a fia kapott meg. Pöltenberg Ernő, tábornok. Az osztrák katonatiszt magyarul szinte egy szót sem beszélt, és ő próbált egyezkedni az oroszokkal a fegyverletétel előtt. Ő volt az első, aki a Bitófa alá lépett. Török Ignác, tábornok. Kisbirtokosi nemesi családban született Gödöllőn, és kiváló hadmérnök volt, akinek tanítványa volt Görgei és Klapka is. Halála előtt is egy könyvet olvasgatott a várépítésről.
Másodikként lépett a bitófa alá, de nem a kötél, hanem egy szívroham végzett vele. Láner György, tábornok. A német polgári családba született, Túróc vármegyei tábornok, a tüzérség és lőszerellátás felelőse volt. Görgei személyes jóbarátja, akit Kossuth is tisztelt. Kivégzése előtt Donizetti egy művét játszotta a fuvaláján, a féle ajándékként, hiszen éppen a születésnapján végezték ki. Knézics Károly, tábornok. Horvát határőr családban született, akinek ellenszenves volt a császári birodalmi politika. Személyes tragédiája, hogy testvére a császári seregben harcolt, a magyar honvédség ellen. Kivégzése előtt szinte egy szó sem szólt, csak imádkozott. Nagy Sándor József, tábornok. Vagyontalan magyar nemesi családba született, és Damjanich Jánossal együtt harcolt a szerbek ellen. Kötél általi halálra ítélték, s mikor ötödikként a bitófa alá lépett, a hóvérnek csak annyit mondott, ma nekem, holnap neked. Gróf Leiningen Westerburg Károly, tábornok. A legfiatalabb vértanú, a távoli, hesseni nagyhercegségben született, és számos rokona harcolt a császári seregben. A kétméteres tábornok egyenruhában került a bitófa alá, miután megvesztegette az őröket. Halála diplomáciai botrányt is okozott, hiszen rokonságban volt Viktória királynővel is. Aulich Lajos, tábornok. A legidősebb vértanú Pozsonyban született, és már a napóleoni háborúkban is harcolt. Az utolsó hetekben Kossuth hadügyminiszterré nevezte ki. A halála előtt Horácius idézeteket olvasott, majd hetedikként a bitófa alá került. Damjanich János, tábornok. A szerb határőr családban született Damjanich kiemelkedő hadvezér volt, aki az utolsó heteiben törött lábbal várta az ítéletet. A börtönben áttért a katolikus vallásra is meggyónt, majd szivarozva vonult az utolsó útjára. A hóhér hosszasan kínlódott a hatalmas termetű tábornokkal. Gróf Vécsei Károly, tábornok. A pesti születésű Vécsei apja, a magyar testőrség utolsó parancsnoka volt, nővére pedig udvarhölgy, Ferenc József egyik nevelője. Lázadóként utolsónak szólították a kivégzésre, hogy lássa társai kivégzését. A császárbarát családja külön kérte a megleszkésztetését. A gróf halála előtt, legalábbis a legenda szerint, megcsókolta a már halott Damjanich kezét, akivel egyébként nem kedvelték egymást. A honvédtisztek, kormánybiztosok, az önvédelmi harcot támogató értelmiségek, papok, diákok követték őket neves és névtelen hősei a forradalomnak. Közel 120 az ítélet alapján kivégezettről tudnak, de sokkal több volt a szökevények felkoncoltak száma. Óvatos becslés szerint is legalább 40-50 ezer volt a honvédet vittek olasz vagy cseh földre. Sok ezren menekültek külföldre, vagy rejtőztek idehaza. Róluk emlékszünk ma, végső helytállásuk emléke örökre szívünkbe zár. Adi Endre, október 6. Őszi napnak mosolygása, őszi rózsa hárvadása, őszi szélnek búske serve, egy-egy könyv a szentelt helyre. Hol megváltott hősi áram, becsületet, dicsőséget az aradi 13. Az aradi Golgotára, ráragyog a napsugára. Oda hull az őszi rózsa, hulló levél, búcsú csókja. Bánat sírra száraz ágon, ott a lussza csendes álmát az aradi 13. Ősznapnak csendes fénye, tűz rá a fényes égre. Búsz szívünknek enyhe fényed, adjon nyugvás békességet. Sugáridon szellem járjon, s keressen felküzdelmiben az aradi 13. Az ünnepi megemlékező műsort a 6. A osztály készítette. Aradi vár halál völgye, híres neves magyar hősök temetője. Teremjenek határidon vérvirágok, felejthetetlen legyen az ő halálok. Teremjenek határidon vérvirágok,
felejthetetlen legyen az ő haláluk.